37. Spár Budapest Maraton Fesztivál két napjára több mint 17 000 futó nevezett, hogy teljesítse a 15 választható táv valamelyikét. A szombati távok után vasárnap 3750 maratonista és a közel 300 páros és a 400 tolle maraton staféta első futója vágott neki a világörökségi helyszínekre is rálátást engedő, látványos kétkörös fővárosi útvonalnak. A Budapest Maraton első verseny volt, amire elkezdtem készülni, és ez így megragadt, hogy ez minden évben a gyönyörű városon keresztül a legszebb helyeken. Ilyen szép időben pláne sok szurkolóval pacsiznak, integetnek, szurkolnak. Nagyon örömteli. Fél évvel ezelőtt volt az első maratonom, az nem Magyarországon, úgyhogy ez volt az első hazai maratonom. És egy évvel ezelőtt készültem fel a Budapest maratonra, amikor sajnos egy megbetegedés miatt elmaradt, úgyhogy nagyon-nagyon vártam már, hogy hazai terepen futhassam, és hát nagyon nagy élmény volt. Nagyon kemény volt, de nagy élmény volt. Én a Parlament előtt nagyon-nagyon szeretek elfutni. Egy gyönyörű épületről beszélünk, meg általában az összes versenynél oda szokott kijönni a családom nagy része, úgyhogy ez nekem mindig egy ilyen energialöket. Rengeteget futok azokon az útvonalakon, ahol most is a maraton teljesítettem, úgyhogy nagy rajongója vagyok Budapestnek, meg az aszfalti futásnak. Ez a 6. Budapest maratonom, amit lefutottam ugye egy-két kihagyással, mert nem mindig sikerült, de végül is itt jártam iskolába, itt a Duna, ez mindig tetszik, ez mehet futni, mindig csodálatos, nézem a hajókat, ez a legjobb dolog. 4:22 lett, 23 perccel jobb, mint az eddigi legjobb, meg 1 óra 35 perccel jobb, mint az eddigi legrosszabb. 24. Budapest maratonom volt, Kelmesben pedig 2007 óta 14 kilométeren elkezdtem érezni a lábaimat, és utána 24-nél meg elkezdtem lassulni, szenvedős lett, de csak az állomásokon sétáltam bele. Tehát még másodszorra 29-nél is fölfutottam az Árpád hídra. Hányadik Budapest maratonod volt el? Ezen a 27. volt most. A kezdetektől én nagyon élvezem ezt az egész futást, úgyhogy eldöntöttem, ameddig bírom, és nincsenek ilyen iszonyú nagy mélypontok, meg rossz kedv, addig én csinálom is. Minden évben egy maratont futok, és ez mindig ez a budapesti. Nekem ez itt nagyon jó, közel van, szép a hangulat, mindig ezek a zenék, meg a kedv, meg a pálya, ami nagyon vonz. Statisztika szerint papíron van róla 33., ez a 34. budapesti, összesen a 42. maratonom. Mindig a legutolsó, a legnehezebb, 10 kilométert lassan, 6-7 perc és ezrekkel próbáltam, úgy 25 után kezdtem el hinni, hogy meg lesz. 35 után már bizakodtam, 42-nél már egészen jól voltam, jó volt ez így. Hát, most van a fal! De bemegyek! Belekezdtem 3 évvel ezelőtt, és ennek az építkező folyamatos munkának az lett a vége, hogy ma le tudtam futni a maratont. Nem az a fontos, hogy olyan időt próbáljak teljesíteni, amit úgyse tudok. Tehát az volt a cél, hogy a szintidőn belül beérni, nagyjából 7 perces átlaggal, nagyjából 5 óra körül, és ezt sikerült tartani végig, hoztam a 6:30-as elejét. Szóval nagyon örülök neki, mert úgy történt, ahogy szerettem volna, és az elején 14 kilométerre becsatlakozott hozzám a kisebbik fiam, az meg külön élmény neki is, nekem is, hogy ezt így együtt tudjuk megélni.